Tavaly rendeztem egy rendezvényt a Puskin moziban, ahol a Bazinagy görög lakzi második előadását megvettük, és akkora sikere volt, annyi barátot hívtunk el, hogy rögtön mindenki azt kérdezte, hogy mikor van a következő. És nem is tudom, hogy történt, szerintem néhány hét múlva valaki már küldte is az ötletet, hogy csináljunk egy flashmobot. Úgyhogy ez el is volt döntve, hogy csináljuk a flashmobot, és egy remek alkalom, most hétvégén lesz a háromnapos belvárosi fesztivál, rengeteg koncertet, és arra gondoltam, hogy ennél jobb a görög kultúrának, a görög nemzetiségnek, Budapestnek és Magyarországnak ennél jobb turisztikai látványosságot vagy promóciót nem is csinálhatnánk. Úgyhogy azt gondoltam, hogy na, csináljuk meg ezt a flashmobot, úgyhogy most már több mint 1000-en vagyunk érdeklődők, és akkor még a turisták, és rengeteg barát azt mondta, hogy értem eljön, és táncoljunk egyet a bazilikában. De hogy nektek ez, hogy görög életérzés, ez mit jelent? Szabadság, napfény, tenger. Nyaralás. Nyaralás. Tehát ugye az ember, legalábbis én úgy vagyok vele, hogy a nyaralásról van szó, az Görögország, ez mindig olyan jó, mindig olyan jó zenék vannak, táncházak, saslik, szuflaki, tehát hogy az egész valahogy az úgy működik, és hogy mindent jól lehet csinálni. Tehát a Görögországban jól lehet pihenni, az ember kikapcsolódik. Ugye mi a korán jelenivel mi nagyon jó barátságot ápolunk. És mi úgy kerültünk ebbe az egészbe most bele, hogy most itt vagyunk, és ugye a görög nemzetiségi napnak, illetve a belvárosi fesztiválnak volt az egészében, de hát maga az, hogy görög, az még soha nem volt rossz. És hát gimnáziumban, meg általános iskolában meg annyit tanulunk a görögökről, hogy az a minimum, hogy az életében azért az ember eleljárjon néha egy zorbát, vagy valamilyen görög kérdőkát, hogy legalább megtanulni, szírtak, vagy valami. Valljuk be, Ancs, jó is volt egy kicsit kimozdulni, egy kicsit megmozgatni magad. Én nem mondom, hogy a holnap óta nem mozogtam ennyit, összesen együttvéve. Imádom az örök hangulatot, voltam már többször, egy szüleimmel is voltam, tavaly egy kirándulás keretében, tehát egy hajóton voltunk, és akkor ennek a keretében jutottunk a Santorinre, ami hát csodálatos, azt hiszem, elképesztő.